10 évvel ezelőtt lett a western lovaglás nagy szerelmese Polányi Máté. A paksi fiatalember éveken át hatalmas eredményeket ért el nemzetközi porondon is. Ma már inkább tanítványokat vállal, bár ő maga is néha indul egy-egy megmérettetésen. Legutóbb nagy versenyen Krajtban voltunk Németországban. Ez egy Paint Horse LB volt, ahol a színes lovakat versenyeztették egymással. Több mint 1200 start volt, tehát nagyon nagy létszámmal. Tavaly meghaladta az amerikai versenyeken résztvevő lovasok létszámát is. Tehát el lehet mondani, hogy a legnagyobb verseny volt. Viszonylag jól szerepeltünk, annak ellenére, hogy az egyik versenyszámot, amit kiszúrtunk magunknak, azt egy éve kezdtük el, még nem is egészen egy éve. Ez a trail versenyszám. Előtte már itthon versenyezgettünk másik versenyszámokba, és úgy gondoltuk, hogy készen állunk arra, hogy kimenjünk Krajtba. Itthon ez a harmadik verseny évad, ahogy együtt dolgozok a tanulommal. Minden évben, amiben indult, abban bajnok lett. Ez azt jelenti, hogy az első évben 3 versenyszámba indult, a második évben szintén 3, és idén 5 versenyszámba, így már 11. bajnoki címét mondhatja magának. Dr. Kuné Kocsis Enikő, Hortobágy és Tisza csege között laknak, marhatenyésztéssel foglalkoznak, a lovat Texasból hozták, alapképzése volt, a többit itthon képeztük ki, jó magam és az ő segítsége révén. Németországban több versenyszámban álltak rajthoz tanítványával. Ő maga is meglepődött eredményességükön az új versenyszámokban. Főszámunk ott is kint a trail volt, a trailnek pedig különböző csoportjai voltak, mint például a green, az azt jelenti, hogy ott a kezdő lovak mennek, aztán volt a novice amatőr, akik még először szerepelnek ilyen versenyen, volt az amatőr, akik saját lóval mennek, de már tudnak, és volt a senior, ahol meg csak a profik indulnak. Most az utóbbiba indultam én, 42 versenyzőből lettem 10. Ez azt jelenti, hogy a top 10-be kerültem be, amire azt mondták, hogy hát ez ott nagyon nehéz lesz. Viszont az Enikő 2 versenyszámban 7. lett, és a Greenbe pedig 2. Úgy lett 2., hogy a pontszámuk megegyezett az elsővel, viszont az 5 bíró bírál ilyenkor, és a legnagyobb pontszámot és a legkisebbet kiveszik, és a 3 középső dönt. És ez volt a döntő, ahol 1 ponttal alatta maradt az ellenfelének, és így lett 2. Erre a versenyszámra úgy készültünk, hogy már 2 évvel ezelőtt elkezdtük a jármódokat beállítani. Ami azt jelenti, hogy megfelelő vágtát, megfelelő ügetést és megfelelő lépést csinálunk a lónak, és ezt olyan kis kézjelekre, hogy egy kézzel lehessen irányítani, vagy csípővel, vagy lábbal, és nagyon minimális jelekkel. Na most, mikor ezek megvannak, akkor elkezdjük a rudakat, a kaput és a hidat. Ezek mind olyanok, amiket kint a rendszeren használnak, és itt bent ilyen mű körülmények között kell kivitelezni, de ezt is nagyon szépen, nagyon finoman és folyamatosan. Most ezeket csináltuk az utóbbi 7 hónapban, úgy raktuk össze a 2 éves előképzést, és ebből lett ez az eredményes. Európa legnagyobb western versenyének az amerikánán számít. Tavaly már voltak, és szép eredményekkel tértek haza. Idén az új versenyszámukkal a trail-lel szeretnének ott szerepelni, és a top 10-be jutni.